Sok szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit, dicsértessék a Jézus Krisztus! A Lélekemelő című vallási műsorunkat látják. Kedves nézőink, most is kötetlenül, szabadon kapcsolódhatnak be olyan közös gondolkodásba, amely a Bibliára épül, hitbeli igazságokat, fogalmakat tisztáz, és személyesen is alkalmat kínál arra, hogy ki a saját lelki életének dolgait, illetve a hitvilágának, a vallásosságnak a dolgait önmagában tisztázza. Nagy szeretettel hívom a mai alkalommal is közös gondolkodásra, kedves nézőinket. Alkossunk egy közösen gondolkodó közösséget, amely igyekszik a jó útján megmaradni, a jóban kitartani. A jónak a fogalmát azonban csak hívő módon lehet megfelelőképpen tisztázni, mert a jó azt jelenti, hogy valami vagy valaki minden jónak a forrásához igazodik. A jónak a teljesen világos fogalma csak az Isten fogalommal együtt érthető meg, így tisztázható. A hívő emberek Istent tartják a jó forrásának, a Teremtőt, aki mindent jónak alkotott, ahogyan erről a Teremtés könyve beszámol, látta az Úr a Biblia szerint minden teremtési nap végén, látta azt, hogy amit alkotott, az jó. A jónak a forrása, illetve maga a jóság a Teremtő Isten. És mindaz, aki ehhez a jósághoz igazodik, ehhez a jó akarathoz alkalmazkodik, és ezt folytatja, mindazok a jóban munkálkodnak, és a jónak az útján járnak. Ki az, aki megmondja, mi a jó, és mi a rossz? A jó és a rossz eszmei fogalma valójában csak a hit világosságánál tisztázható, a különbség így határozható meg. Amikor csak pusztán emberi módon igyekszünk válaszolni arra, hogy mi a jó és mi a rossz, és azt mondjuk, hogy ezek erkölcsi kategóriák és megkülönböztetések, akkor is tovább kérdezünk, na de hát mi van ennek a hátterében? Ki mondja meg azt neked, hogy mikor viselkedsz jól, vagy mikor viselkedsz rossz módon, helytelenül? Tovább kell kérdeznünk, meg lehet maradni egy pusztán emberi síkon is, mert azt is lehetne mondani a jó és rossz megkülönböztetésénél, hogy az emberi közösség, a közmegegyezés, vagy a törvények határozzák meg, hogy mit kell tennie az embernek, és aki ehhez alkalmazkodik, az jól viselkedik, aki eltér ettől, az rosszul viselkedik. Nyilván pusztán az emberi síkon is lehetne mondani erről valamit, hogy ki a jó és ki a rossz, vagy melyik magatartás és megoldás bizonyul jónak, melyik rossznak. De a végső dolgok szempontjából is a hátteret tisztázva azt tudjuk csak mondani, hogy minden jónak a forrása dönti azt el, hogy mi számít jónak és mi számít rossznak. A Biblia ezt az igazságot úgy mondja el, hogy a jó és rossz tudás fája ott van az Éden kertjében, és az ember erről a fáról kellene, hogy fogyasszon, illetve éppen ellenkezőleg nem kellene, hogy fogyasszon, mert éppen ez a fogyasztás a fának a gyümölcséről való szakítás, és abból a fa gyümölcsének a megízlelése, ebből származik az ember gőgje, mert ez a fa Isten hatalmát mutatja, ő helyezte el az ember életében a jó és rossz kategóriáit, és nem az ember határozza meg. Amikor az ember erről
fogyasztani akar, és magáénak gondolja ennek a fának a gyümölcsét, akkor válik gőgössé, és maga akarja azt meghatározni, hogy mi a jó és mi a rossz. Rövid bevezető mindez, de fontosnak tartom ismételten bizonyos fogalmak tisztázását, és ezek olyan alapvető fogalmak, a jó és a rossz fogalma, amely mindenképpen tisztázásra szorul. A Szentírás egyik könyvét vesszük alapul folyamatosan közös gondolkodásunkban, ez pedig az Új Szövetség egyik írása, a rómaiakhoz írt levél, Szent Pálnak a levele, amit folyamatosan olvasunk, és ennek az olvasásnak a szemlélésével és ennek az üzenetnek közös átgondolásával haladunk előre itt a lélekemelőben. A 9. fejezethez érkeztünk, már beleízleltünk, kostoltunk a levél ennek a fejezetébe, a levélnek ebbe az üzenetébe, és egy olyan kérdés áll előttünk, amelyet felvet az apostol, hogy Isten ígéretei az ő választott népén keresztül válnak valóra, és Isten a legfőbb jó akaratát, most gondolkodtunk a jóról, a legfőbb jó az, hogy az ember létezik, élhet örökké, és boldog lehet, és Isten jó akaratának ez a foglalata, hogy ő üdvözíteni akar bennünket, és az üdvösség útját kijelöli számunkra, és ennek érdekében az Úristen kiválasztott egy népet. És először még ennek a népnek a származási vonalán engedte, hogy ígéretei valóra váljanak, és ennek a népnek a történelme és kiválasztott személyei, ők hordozták az ígéreteknek a sorát és annak beteljesedését. Isten üdvözítő akarata Ábrahámnak hangzott el, Ábrahám kiválasztásakor, úgyhogy itt igazán fontos, hogy előre lapozzunk a Teremtés könyvéhez, mert a Teremtés könyve mondja el ezt a kiválasztást. Isten szövetséget köt Ábrahámmal, és mint ismeretes, ekkor még Ábrahám azt a nevet viseli egy korábbi fázisban, hogy Ábrám. Az Úr látomásban beszédet intézett Ábrámhoz. Fölveszem a szemüvegemet, mert minden bejegyzés és bejelölés fontos lesz itt számunkra. Azt mondta neki, ne félj Ábrám, én az oltalmazód vagyok, igen nagy lesz a jutalmad. Ábrám ekkor megkérdezte, Uram Isten, mit adhatnál nekem? Gyermektelenül költözöm én el, s házam gondviselőjének fia, a damaszkuszi Eliezer örökli a házamat. Aztán így folytatta Ábrám, nem adtál nekem gyermeket, és íme a házamban született rabszolga lesz az örökösöm. De az Úr azt válaszolta neki, nem az lesz az örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. Majd kivezette a szabadba, és azt mondta neki, nézz fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha tudod. Aztán így folytatta, éppen ilyen lesz az utódod is. Hitt az Úrnak, és ez igazságul tudatod be neki. Tehát ez az első ígéret, és aztán szövetséget köt az Úr Ábrámmal, és aztán
megjövendőli az Úr a családjának a jövőjét. És aztán még egy nagyon fontos, az az ígéret, amit az utódok szempontjából tesz az Úr, és azt mondja, hogy benned nyer áldást a föld minden nemzete. Nem tudjuk most végigolvasni a Teremtés könyvének ezt a szép, hosszú történetét, amely Ábrahám meghívásával kezdődik. A lényeg az, hogy ennek a gyermektelen embernek azt ígéri az Úr, hogy nagy néppé lesz, és lesz neki fia, lesz neki utóda, aki majd megsokasodik, és aztán az igazi ígéret arra vonatkozik, hogy még az áldás és az üdvösség is ennek a népnek a birtokában lesz. Erről a témáról, de legfőképpen az ígéretről beszél az apostol, ugyanis amikor az ígéret beteljesedik, és eljön az az utód, aki az üdvösséget meghozza Jézus Krisztus személyében, aki Ábrahám népéből származik, aki az ő utóda a test szerinti származás szerint, amikor eljön Jézus Krisztus, akkor éppen az a nép, amely évszázadokon és ezredeken keresztül hordozta az ígéretet, nem érzékeli, és nem fogja föl, vagy nem hiszi el ennek az ígéretnek a beteljesülését. Azt mondja, igen, határozott állítással az apostol a 9. fejezet 3. versében, én magam szeretnék átok alatt lenni Krisztustól elszakítva testvéreimért, a test szerint népemből valókért, ők izraeliták, övék a fogadott fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Isten tisztelet, az ígéretek, a pátriárkák, és közülük származik Krisztus test szerint. Aki mindenek fölött áll, Isten áldott legyen mindörökké. Amen. Tehát ez a probléma gyökere, az apostol fájlalja, hogy éppen az ő népe, honnan ő is származik, aki az ígéretek hordozója volt, ők nem ismerik fel a választott nép fiai a Krisztusban elérkezett üdvösséget. És ezért hivatkozik az ígéretek hordozóira, és kiszélesíti az üdvösség lehetőségét, ahogy az megtörtént Jézus Krisztusban, aki mindenkiért meghalt, minden emberért, személyválogatás nélkül. Kiszélesíti azt, hogy immár a megváltott világban már nem a test szerinti származás a fontos és az egyedülálló, vagy egyedüli lehetőség az üdvösségre, hanem a hitbeli származás, és ezért, bár testi utódokra hivatkozik, Ábrahám családjában az ő fia és az unokái esetében, mert hiszen hivatkozik itt az apostol a 9. fejezetben Izsákra, az ígéret fiára, és hivatkozik aztán Izsáknak a gyermekeire, Ézsaura és Jákobra, és mindkettőjük esetében az Úristen szabad döntésére mutat rá az apostol, hogy nem a test szerinti származás, vagy a származási szokások és törvények döntik el azt, hogy hogyan válik valóra az Isten ígérete, hanem ezt az Úristen szabadon osztogatja az ő nagy lelkűségének az ajándékait. Egyáltalán nem arról van szó, hogy Isten igéje erejét veszítette, mert nem mind Izrael, aki Izraeltől származik, tehát nem mind Izrael, akik Izraeltől származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai.
Tehát itt mondja el azt, hogy ne a test szerinti származásban gondolkodjunk, hanem a hit szerinti származásban. Ábrahámnak is ez a legfőbb jellemzője, hogy ő hit Isten szavának, hit Isten ígéretének, erről többször is bizonságot tett, és az ő hitben ajándékul kapott fia jelképezi azokat és azoknak a közösségét és azoknak az utódlását, akik a hit alapján csatlakoznak az ígéretekhez, az üdvösség lehetőségéhez. Tehát azt mondja, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Nyilván itt lehet gondolni a származásra is, de lehet gondolni arra, hogy a hit szerinti származás az később kiszélesíti az üdvösségre meghívottak körét, pontosabban a világra, az egész világra nyitja ki az üdvösség lehetőségét. Azaz nem a test szerinti gyermekek Isten gyermekei, mondja Szent Pál, hanem az ígéret gyermekei számítanak utódnak. Ez a szó, ez időtájt eljövök és fia lesz Sárának, egy ígéret szava. Ez tehát a Sárának szóló, illetve Ábrahámnak szóló ígéret, amit Sára, az ő felesége hall és elneveti magát a Teremtés könyve leírása szerint. Itt tehát az ígéretek beteljesedéséről van szó, mert hiszen amikor az Úr megjelent Mamre tölgyesében Ábrahámnak, Ábrahám pedig vendégül látta az Urat, akkor mondja el az Úr azt, hogy egy év múlva gyermeke lesz már Ábrahámnak, illetve Sárának, aki ugyancsak idős Ábrahámmal együtt, már megszűntek nála az asszonyi dolgok, mégis ha az Úr így akarja, akkor megadja a gyermek áldást, a gyermek ajándékát. Meg is adta, és megszületett Izsák. Az ígéret fia Izsák, ahogy az apostol ezt értelmezi, de utána Izsák gyermekeivel folytatódik az elemzés, amit Szent Pál itt leír, hogy beláthassuk az ő levele alapján, üzenete alapján azt, hogy az üdvösség Isten nagyvonalú, irgalmas szeretetének az ajándéka. De nem csak ezt lehet említeni, hanem Rebekát is, aki egytől a mi atyánktól, Izsáktól fogant. De még meg sem születtek fiai, és nem tettek semmi jót vagy rosszat. De hogy Istennek a kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, nem cselekedetek alapján, hanem meghívás alapján. Megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek, ahogy megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut meg gyűlöltem. Tehát ez egy fontos mondatrész, azt még egyszer kiemelem most ezekből a versekből, itt a 10. verstől a 13. versig olvastam a Római Levél 9. fejezetét. Istennek a kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesül. Nem cselekedetek alapján, hanem meghívás alapján. Itt előkerül az a korábban sokat elemzett gondolat és probléma, nem probléma ez, hanem helyzet inkább, amely azt jelenti, hogy a törvény ténye és a törvény betartásának a szempontjai, ezek azt a látszatot keltik az ember számára, hogy elégségesek, elégséges ezt megtartani, elégséges egy előírást megtartani, és akkor már automatikusan az ember elnyeri Isten tetszését, vagy elnyeri az üdvösséget.
nem a törvény az, ami üdvözít, vagy a törvény megtartása, hanem az Istenbe vetett hit, és az ő küldöttébe, Jézus Krisztusba vetett hit. Ez az üdvösség útja, amit mindenkinek megad, mindenkit az Úristen meghív az üdvösségre, és azért ez a meghívás az, ami alapot ad az ember számára az üdvösséghez. Nem elégséges a külsőség, az sem elég, hogy valaki egy nép soraiban születik meg, és egy adott nép, mégpedig a kiválasztott nép közösségébe születik bele. Tehát nem cselekedetek alapján, hanem meghívás alapján tudunk igazán az üdvösség útjára lépni. Nem tudjuk ezt kiérdemelni, nem elég pusztán egy szabályt, egy törvényt megtartani ahhoz, hogy az ember üdvözüljön, hanem Isten és ember párbeszédéből, találkozásából, szeretet közösségéből származik az üdvösség. Az Úristen megszólít, meghív minket, mi emberek pedig válaszolunk, válaszolhatunk, és így lépünk rá az üdvösség útjára. Isten az, aki üdvözít. Ebből következik, hogy az embernek is kell cselekednie, tehát ne értsük félre ezt a mondatot, hogy nem cselekedetek, nem a tettek számítanak az üdvösség szempontjából, hanem a meghívás, mert Isten az ő szabad elhatározásából és szabad döntésével hívja meg és választja ki övéit, ő pedig mindenkinek megadja a lehetőséget az üdvösségre. A hosszú bevezető után, vagy az első rész végén egy picit megállunk és szünetet tartunk, majd pedig folytatjuk a római levél olvasását, pontosabban egy kicsit előre lapozunk a Teremtés könyvéhez, hogy megismerjük az eredeti szöveg alapján Ézsau és Jákob történetét. Thank you.
Kedves nézőink, folytatjuk a Lélekemelő című vallási műsorunkat. A szünet előtt említettem, hogy a Teremtés könyvéhez lapozunk, mégpedig a 25. fejezethez. Olvassuk el, gondoljuk át együtt Ézsau és Jákob történetét. Izsákot Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levele 9. fejezetében az ígéret fiának nevezi, mivel, és azt mondja, hogy nem a test szerinti gyermekek Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak utódnak, és Izsák személyében egy ígéretes gyermek született, hiszen Ábrahámnak megígérte az Úr, hogy fia lesz, illetve Sárának, a természetes asszonyának, mert Ábrahámnak a szolgálójától már volt ugyan gyermeke, de ez a törvényes, vagy az igazi asszonytól származó fia. Ez a szó, ez időtájt eljövök, és fia lesz Sárának, egy ígéret szava. És aztán hivatkozik az apostol a 10-től 13. versig terjedő szakaszban az unokákra, mármint Ábrahám szempontjából unokákra, Izsáknak a gyermekeire. Izsáknak, Ábrahám fiának nemzetség története a következő. Izsákot Ábrahám nemzette. Amikor 40 esztendős volt, feleségül vette Rebekkát, a mezopotámiai Szír Bátuel lányát, az Arám Lábán nővérét. Izsáknak azonban könyörögnie kellett az Úrhoz feleségért, mivel meddő volt. Na, ugyanaz a probléma, mint egy generációval följebb. Az Úr meg is hallgatta, és megadta Rebekkának, hogy fogadjon. Tehát itt is különleges, isteni ajándékként hangsúlyozza a Szentírás Izsák gyermekeinek fogantatását és születését. Tehát az Úr meghallgatta, és megadta Rebekkának, hogy fogadjon. A magzatok azonban viaskodtak méhében, mire ő azt mondta, ha így kellett járnom, mi szükség volt fogannom? Elment tehát, hogy megkérdezze az Urat. Az Úr azt felelte. Két nemzet van méhedben, és két nép válik el öledből. Az egyik nép a másik fölé kerekedik, és az idősebb szolgálni fog a fiatalabbnak. Erre utal az apostol itt a Római Levél 9. fejezetének 12. versében, amikor magyarázatot ad arra Szent Pál, hogy Istennek a kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesül az üdvösség szempontjából, nem cselekedetek alapján, hanem meghívás alapján történik az üdvösség lehetősége, és az üdvösség útja is már az ősatyáktól kezdve. És itt hivatkozik és idézi a Teremtés könyvének a 25. fejezetéből a 23. verset, amikor ezt olvassuk, Jákobot szerettem és ahogy gyűlöltem azt megelőzően, a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek. Itt egy másik fordítás szerint az egyik nép a másik fölé kerekedik, és az idősebb szolgálni fog a fiatalabbnak. A megfogant ikrekről van itt szó. Amikor aztán eljött a szülés napja, íme kiderült, hogy ikrek voltak a méhében.
Az, aki elsőként született meg, vöröses volt és egészen szőrös, mint az állat prémje. Elnevezték tehát Ézsaunak. Mindjárt megszületett a másik is, kezével a bátyja sarkát fogva. Elnevezték ezért Jákobnak. 60 esztendős volt Izsák, amikor ezek a gyermekek születtek neki. És aztán jön a történet, amikor egy tál lencsért eladja az elsőszülöttségét, vagyis egy csellel megszerzi Jákob az elsőszülöttségi jogot az idősebbnek számító, előbb megszületett ikertestvérétől, és az Ézsau pedig eladja az elsőszülöttségét. Most ezt nem olvassuk fel, mert nem is ennek a részletezése a fontos számunkra, hanem az az isteni nagyvonalúság, hogy a szokások, vagy a származási, elsőbségi jogok, ezek sem számítanak Isten előtt, az ő akaratának, az ő isteni nagyvonalúságának szempontjából a meghívás, ha ő úgy gondolja, hogy a fiatalabbik lesz az, aki tovább viszi az ígéreteket, és igazából Jákob fiain keresztül lesz nagy népé, Izrael népe, és Jákobnak a nevét örökli maga a nép is, hiszen ő kapja ezt a másik nevet, hogy Izrael, akkor, ha azt az Isten így akarja ki, akkor úgy osztja az Úr az üdvösség lehetőségét, ahogyan ő akarja. Ne feledjük el, tehát nem garancia, hogy megtartjuk a törvényeket. Ez volt a római levél korábbi fejezeteinek is egy bizonyos szűkebb problémaköre, amit hosszasan beszéltünk korábban. Az Úristen szabadon adja az üdvösség lehetőségét. Ábrahám esetében beszéltünk a feleségétől származó ígéret fiáról, Izsákról, és a szolgálóról, Hágárról, és beszéltünk valójában a szolgáló gyermekéről. Igazából az az érdekes ebben a történetben, hogy Izmael valójában olyan ígéretet hordoz, ami egy másik népnek a származását indítja el. Az igazi üdvösségre szóló ígéret Izsák személyén keresztül halad tovább. A két ember, a két népcsoport valójában azért is elkülönül, mert két asszonytól születik ez a két fiú. Itt ráadásul azért is problémás ez a történet, mert nem problémás ugyan, de mégiscsak arra kell gondolni, hogy egy asszony méhében fogan két fiú, Rebeka tartja problémásnak, hogy ott valami dulakodás történik már az anya méhben. Itt is látszik, hogy valami feszültség támad, de az Úristen mégis tudatosan vezeti az ő ígéreteinek az útját. Arra kell tehát gondolni, hogy egy asszonytól ikrek születnek ráadásul ugyanabban a fogantatásban, ugyanabban az anyaméhben történik, és mégis már ott elkülönül Isten akaratának az útvonala. Nem csak, hogy két fiú születik, és nem csak az elsőszülöttségi jognak a továbbadásáról van szó, hanem két nép is elkülönül, aztán, ahogy itt az Úr beszél erről, és a fiatalabbik lesz, aki felülkerekedik az idősebb fölé,
és az idősebbik fog a fiatalabbnak szolgálni. Ezek az ószövetségi történetek mind arra mutatnak, hogy Istennek a nagyvonalúsága az üdvösség dolgában, az ígéretek dolgában, ez semmivel nem befolyásolható. Isten úgy osztja az ő kegyelmét, úgy osztja az ő ajándékait, hogy ami tetszik neki, és ahogyan ő akarja, az úgy történik. Amit az Úr akar, az valósul meg. Ez az Úr szerinti akarat, ez az Úrhoz tartozó elhatározás, ez nem önkényesség, inkább isteni nagyvonalúság. Tehát nem önkényesen, zsarnokoskodva fejti ki az ő akaratát az Úristen, hanem elsősorban az ember szempontjából jó akarattal, és az üdvösség osztásának, az üdvösség lehetőségének nagyvonalúságával. Ezt az isteni nagyvonalúságot fedezhetjük fel már az Ószövetségi Szentírás lapjain is, vagy az ősatyák történetében. Szent Pál erre hivatkozik tehát, amikor az ígéretről, az ígéret fiáról, Isten gyermekeiről beszél, akik a hitben válnak Isten gyermekeivé azáltal, hogy Isten meghívására szabadon válaszolnak, és hittel válaszolnak az üdvösség lehetőségére, annak elfogadására. Tartsunk ismét rövid szünetet, majd pedig folytatjuk a rómaiakhoz írt levél olvasását a 9. fejezetben.
Kedves nézőink, a Lélekemelő című vallási műsorunk harmadik részéhez értünk. A római levél 9. fejezetéből a 14. verssel kezdve idézem tovább a Szentírás üzenetét. Mit mondjunk hát? Csak nem igazságtalan Isten, szó sincs róla. Hiszen Mózeshez így szól: könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Tehát nem azon múlik, hogy valaki akarja vagy fut, hanem a könyörülő Istenen. Mert így szól az írás a fáraóhoz: pontosan arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönnyörül, és megkeményíti azt, akit akar. Itt ugyancsak egy ószövetségi történethez kell visszakanyarodnunk. Arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hirdessék nevemet az egész földön. A kivonulás könyvének 9. fejezetéhez kell visszalapoznunk, hogy ezt jól megértsük. És itt ennél a résznél gondolkodunk el azon, hogy valójában mire rendelte és hívta meg később a választott népet az Úr. Így szólt az Úr Mózeshez: reggel kelj fel, állj a fáraó elé, és mondd neki, ezt üzeni az Úr, a héberek istene: engedd el népemet, hogy áldozzék nekem. Különben ezúttal minden csapásomat ráküldöm szívedre, szolgáidra és népedre. És megtudod, hogy nincs hozzám hasonló az egész földön. Már eddig is kinyújthattam volna a kezem, dökhalállal sújthattalak volna téged és népedet, hogy eltűntél volna a földről. De megtartottalak, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hirdessék nevemet az egész földön. Még mindig visszatartod népemet, s nem akarod elengedni? Íme holnap ugyanebben az órában hatalmas jégesőt hullatok, olyat, amilyen nem volt még Egyiptomban attól a naptól fogva, hogy megalapították mindmáig. Az Úristen tehát ebben az ígéretben, illetve ebben a figyelmeztetésben arra utal, hogy azok is, akik nem azonosulnak szándékaival, azok is lehetnek az ő eszközei. Az Úristen bárkit felhasználhat, még azokat is, akik ellenségesen viselkednek vele szemben, akár az egyiptomi nép, vagy a fáraó, bárkit felhasználhat arra, hogy az ő szándékait hordozza, vagy a szándékai rajta keresztül valósuljanak meg. Egy kicsit megállunk itt a rómaiakhoz írt levél olvasásával, mert egy olyan kérdésen is el kell tűnődnünk, mely sokat foglalkoztatja az embereket, különösen akkor, amikor felteszi valaki a kérdést, hogy miért van a rossz, miért enged meg valamit az Úr, amit mi, jóérzésű emberek, rossznak látunk, vagy rossznak tapasztalunk. Az emberek sokszor felteszik a kérdést erre vonatkozóan, hogy miért tűr meg valakit az Úristen, aki gonosz, aki rosszul viselkedik, főleg amikor ellentétbe helyezzük azt, hogy esetleg a jó emberek szenvednek, vagy jó emberek meghalnak, a rosszak, vagy gonoszak, csibészek, ők megélik a világukat.
Bizony sok ilyen eset, helyzet tapasztalható az életünkben, és hálózza be az életünket, de mégiscsak azt kell mondanunk, hogy ilyen esetekben is az Úristennek a szándékai valósulnak meg. Természetesen nekünk fáj, sokszor fáj az, hogy rosszat tapasztalunk. És amikor pedig igazán nagyméretű tragédiák, vagy katasztrófák, vagy háborúk, vagy bármi tényleg súlyosan az emberre, az emberiségre nehezedő problémák jelentkeznek, akkor fölteszi az ember a kérdést, vagy személyes életében. Miért engedi meg az Úr, hogy valaki olyan gonosz legyen, vagy sok rosszat tegyen? Miért tűri azt el? Miért nem akadályozza az Úr azt meg? Tehát ezeket a kérdéseket sokszor fontolgatjuk magunkban, de ez az egyiptomi példa, és a fáraónak is az ellenállása, vagy sokszor a népnek, magának a népnek a gyengesége, bűnössége, mely méltatlanná teszi őt az ígéretek hordozására. Ezek is azt mutatják, hogy az Úristen még a rosszat is jóra akarja fordítani. Még azokat is, akik ellene vannak, és ellenségei vannak, még ezeket a népeket is, vagy az ilyen embereket is, az ő céljai, vagy az ő jóságának az eszközévé teszi. Mert előbb vagy utóbb, vagy egyszer kiderül, hogy mindig az Úristen szándékai válnak valóra, és az Úristen mind a történelemben, mind pedig az ember személyes életében az ő akaratát viszi véghez. Erre kell gondolnunk, amikor ezeket a verseket olvassuk itt a Rómaiakhoz írt levélben. Mindig Isten szándékai válnak valóra. A rosszat nem Isten akarja, a rosszat nem ő küldi ránk, a tragédiákat, katasztrófákat nem ő zúdítja az emberre vagy az emberiségre, de megengedőleg ezeket megtartja, vagy nem akadályozza meg, megengedi, hogy ezek megtörténjenek, vagy ilyen személyek, akik valami rosszat tesznek, vagy akik az ember, vagy az emberiség ellenségei tevékenykedjenek, akkor is minden nehézség, vagy minden csapás ellenére az Úristen üdvözítő szándéka halad előre, és valósul meg mind a személyes életünkben, mind pedig az emberiség életében. Ehhez is nagy hit kell, és az Úr jóságába vetett bizalom. Ezzel a jósággal kezdtük el a mai közös gondolkodásunkat, hogy a jó és a rossz különbözőségét, vagy hátterét feltárjuk, és erre választ adjunk. Ezzel zárjuk a mai gondolatainkat is, hogy mindig a jónak kell győznie, mert hiszen mindig Isten győz, Isten győzött a rossz fölött, az Isten fia legyőzte a bűnt és a rosszat, annak személyes hordozóját, a sátánt, a gonoszt. Éppen ezért legyen ez bíztatás és vigasztalás, hogy mindenki lehet eszköz Isten kezében, de csak azért lesz valaki vagy valami Isten kezében eszközzé, hogy Isten jósága, üdvözítő szándéka érvényre jusson. Ezzel a bíztató gondolattal fejezem be a Lélekemelő című vallási műsorunkat. Isten áldását kérem a televízió kedves nézői életére. Isten áldása kísérjen bennünket, és engedje, hogy tovább haladjunk az üdvösség útján, és tovább gondolkodjunk még Isten üdvözítő szándékainak megvalósulásán. Dicsértessék a Jézus Krisztus!